Bellissima, espresso, mocciocato. Oh, bellissima, mi podcast koordináció, de podcast koordináció. Podcast koordináció. Podcast koordináció, podcast koordináció, mozgás, vodkazáció. Jöjjön le hozzátok! Hol vagytok? Mi ez a hely? Én már láttam az alatt. Gyere táblát. Szóval lejöttünk, ugyanis az van, hogy egy gasztroműsorban fogunk szerepelni, és kemencézni fogunk a kilátó borozó embereivel. Persze csak akkor, hogyha Lackó is úgy akarja, aki most zuhanyzik, mindjárt mutatjuk. Fuck is up! Why me? Lackó! Szét van kajakodva az árva szúnyog, mert agyon gyúrta magát. Ez az, ami bemászik. Megkeresi a nyirokrendszered legfontosabb pontjait, és anyává teszi. Azok a kis peték az orrodban, az nem véle. Ezt én csináltam. Itt fekszik a puli, amiről azt mondták, hogy vak. De ugye nem süket. Tudja, hogy itt vagyok. Hello, kutyú! Vajon akarja, hogy itt legyek? Hát... egy nagyon hasonló kutya miatt van az Achilles-szinamon, egy még teljesen belem forrott seb. Szia, kutyi! Vajon szétharapod a lábamat, hogyha megpróbálok ezen a nagyon szűk kis szakaszon itt átsétálni, ami itt melletted van? Szerezzünk szóda bikarbonát, hogy életben maradjon a csapat. Ó, megy csereg, ilyen sok van benne, igen. Okosak vagyunk. Jó, hogy most nem szórtam ki. Zala tenyerén vagyunk. Zalatoroson vagyunk. Mit csinálunk? Sütünk, főzünk. Gyerekek! Istentelen kemencézés zajlik majd napközben, egy közönség találkozóval egybekötve, este pedig megdíjézzük, az a terv. Szaxofonozás, mindenféle rajcsuri lesz. Tátám! Kulcs is hír, ez a jó hír, húzzunk! Kinél van a nyitó? Hogy érzitek? Sikerül elhagyni a helyrajzi számot? Képesek vagyunk rá? De jó. Itt is vagyunk a kilátó borozónál. Itt lesz az egész móka, a kemence az már füstöl. Hello, Zsolti! Hello! Ciao! Hello! Jöttetek sütni? Megérkeztünk! Szervusz! Yeah. Kedves mangókák, bemutatjuk nektek a Zsoltit. Kilátó borozóból vele fogunk ma sütni. Miket fogunk sütni? Figyelj! Valami? Csülköt fogunk sütni, kacsacombot fogunk sütni, és tarját meg oldalast. Jaj, de kellemetlen, oda vigyázz! Van benne egy ilyen 60 kiló hús. 60 kiló hús van benne, gyereke! De erős! Hát Zsolti, vágjunk bele! Én azt mondom. Megnézzük, hogy mit tudunk együtt összehozni. Yeah! Fölmászhatok az István nyakába? Gyerünk, paskold! De ne így tudjál! Nyitjuk a kemencét és kiszedjük a húsokat, megnézzük először, hogy mi van velük. Jó hajta! Útban vagyunk. Nem vagytok. Jaj, de rossz hangjával állt, ne. Nem forgunk. Oké, rendben. Hát nem. Ez egy székely 5 kenyeres kemence, és ennek a felfűtéséhez két talicska fa kell egyébként. Nálunk csak egy, azért mert sose hűl ki a kemence, érted? Azért mindig csak rá kell gyújtani, és az a rágyújtó tűzre elég egy talicska fa. És amúgy rendkívül gazdaságos, mert gondold el, hogy egy talicska fával megsütni 60 kg húst,
az így ilyen nagyon hát kedvező dolog, tehát gazdaságos is és finom is. Egyik oldalt megfogod és így átfordítod a másik oldalra, úgyhogy ne essen szét. Igen. Az a nehezebb feladat. Jézusom, de Már rögtön nem sorba megyek, de valahogy. Hát mindegy, hogy mész, az a, egy a lényeg, hogy le kell forgatni az összes csülköt. Aj, de jó titeket így látni. Egy picit ezt. Hogy ezt csináljátok. Csapolunk sört a kemencébe. Jó, de kellemetlen. Tényleg ehhez nincs kedvem, szóval tényleg. De ne. Ebből kimaradnék. Ne, Léci Zsolti. Gyerekek. Profit. A kamerával, és akkor mondhatod, hogy... Hát, egészségetekre. Zsolti, ez még röfög. Tényleg röfög, valamit csinálj vele. Ha nyomjuk, akkor? Bocsánat, be kell igyak, csak tényleg csak ezeket. Leszáradjon a szád, nem? Ez a legszebb pillanatok, gyerekek. Na, be kell akkor locsolni a sörrel a csülköket. Jaj, de gyere, ez figyelj. Hát az a lényeg, hogy hát ez erotikus élmény, csak mondanám. Tehát, hogy ez kegyetlen menni. Egy liter sör per tepsi. Gyerekek, hát ez annyira szép, hogy ez... Na, vissza kell raknunk pirítani. Ne várjunk, akkor... Hát süssük! Srácok! Szóval ez itt a Süssük meg Zalakaroson negyedik része. Igen. Velünk a Mangorázzal, Zsoltival, a kilátóborozóban, és már pattintjuk is be a sörrel frissen leöntött csülköket a kemencébe. Ez rettenetes, közben pityeregve sírunk, hüppögve sírunk, miközben Zsolt mester sév betolja. Oh. Hány ilyen tepsi fér bele ebbe a jóságos kemencébe? Három nagy tepsi és négy pici. Nagy tapsot ezeknek a szép értékeknek, kedves hölgyeim és uraim. Hát az mennyire hasznos tudsz. Összesen 11,5 tonna hús sütöttünk le, 8 hónap alatt itt a kemencében. Jézus! Az milyen hardcore? Azonnali légkürtet rendelek el az adatra. Mik ezek? Ebbe bele lehet önteni ezt a dolgot. Ez van színes bors. Mi van még ezen? Hát nagy, jó szemed van a borsokhoz. Ez a kacsános. Színes is bors. Hát, országos viszonylatban úgy, hogy a vendég előtt készül így a kemencés étel, és utána oda kirakjuk a sparheltra. Ez szerintem az országban így egyedülállóan, itt a kilátóborozóban érhető el így. Szerintem más helyről nem tudom, hogy így csinálja. Jó, és mi pont megint itt vagyunk, ahol jó. Tehát megint sikerült oda keveredjünk nekem... automatice, ahol hibátlan a világ. Azon gondolkodtam. Hát hogy van ez megint? És 2010-től sütjük ezeket a kemencés húsokat. Tehát ugye ez a 15. év, amíg csináljuk ezeket. Hát igen. Tehát az nem telik el tapasztalat nélkül, ugye? Benne, igen. Jó gondolom? Igen. Annyira idegbeteg az egész foglalkozás, nem? Az ideg. Tényleg, nem tudok megnyugodni. Nézd meg, indul a sparhel. Ti nem lennétek halálidegesek? Sört itt a reggelire, Laci. Sört itt a reggelire. Fúl ideges vagy te is, mi? Ja. Ne idegeskedjetek, nyugodjatok már le, bakker. Tényleg nyugodjatok már, full idegbetegek vagytok. Gyertek ide megnyugodni. Attól nyugodnátok meg, hogyha megnyugodnátok. Jaj, de rossz. Érzitek, milyen rossz? Nagyon rossz. Olyan rossz. De semmit nem akarnánk keresztül húzni, de ki kellene próbáljuk az elektromos rollert. Ebben az epizódban az van, tehát, hogy... muszáj, rámegyünk. Figyelj! Lackó, mi a helyzet a roller teszteléssel? Az van, hogy most nem tudom tesztelni a rollert, mert úgy érzem, hogy... Már nem vagy beszámítható? Már nem. Most egy pici ideig nem, óriási. Aztán majd újra. Akkor legyen István az első tesztelő. Oh, István, yeah, megnyerted a feladatot, mutatnám a bájkot. Szevasztok, kijött a rájdal. Zsolti, igen, mi van itt? Rájdal. Mi ez itt? Mi ez, Zsolti? Ez egy elektromos roller, nem kicsi a teljesítménye. 85 feletti végsebességet tud csinálni. Feletti, az a minimum. És hát most akkor bekapcsolom, van központi kijelző is, ír mindent is rajta.
hogy mi a helyzet. 60-nal indul. 60-nal indul, ja. Úgy indul, persze. De... Szóval az a lényeg, felszállsz a rollerre, mondjuk mit tudom én, tegyük fel, a jobb lábad elő van, akkor meghajtod magad egy kicsit a rolleren, előre dőlsz, és úgy húzod el a gázt. Látod, de az már... Indulna, mint az állat. Indulna, mint az állat. Röviden meg is mutatom, hogy meglököd magad, ide teszed a lábad, és előre dőlsz, és mekkorát lehetett? Nem, hát figyelj. Úgynevezett. Meg azért te, mint az állat. Oda vigyázz. Életveszély. 85 km per h. Hát 70-nel mentem ott a kanyarba. Láthatnám a papírokat. Nehogy a fék helyett érted, rányúlsz a gázra, akkor is mész 90-nel. Ja, hogy az csak... És mész 90-nel. De fia, Istvánnak annyira nyugodt a szoftveres Zsolti, hogy arra ébred, hogy 90-nel megy egy ilyen rollerre. Ja, hát ő simán el tud aludni egy ilyen. Azért már rollereztél, nem? Persze. Várjál, mert ez most nagyon nagy sztály. Egy kicsit meglököd magad. Szevasztok! Na búrjad! Ne húzd meg nagyon! De lök meg magad, és amikor... Lök meg magad, és amikor már gurulásba vagy, adagold rá! Még! Hát támadd be! Meg! Aha! Támadd be! Úgy! Ez egy zseni lesz ezzel fölfele jönni. Figyelj, 50-nél már azt érzed, hogy hipertér gyorsulás van, mint a izében, amikor repülnek az elmosódott csillagok a csillagrombolónak a szélvédője mögött. Tehát igen. 50-nél ezzel minden megnyúlik. Vagy csak sört reggeliztünk. Igen, kikapar az első kerék. Ilyen halálfélelem. Hát, nem viccelek, tudom, mert az van, hogy a motornál legalább van alakult egy motor. Ez egy kettőkerék meghajtású, kétkerekű jármű. Miért ilyen nyakran? Kétkerekű deszka. Igen, tehát állsz egy lapon, popjon egy kamion. Azért a geója az egy roller, és az azzal akkorát lehet zakózni, hogy az, hát okosan kell menni, nem kell belemenni a legnagyobb kátyúba. Figyelj, most nézzük meg, hogy mekkora konyhába dolgoznak. Zoli mutatja. Ekkora konyhába dolgozunk. Uhú, gyerekek! Így eltévedni nagyon nem lehet. Mutatnám a testemmel, ahogy bemegyek a frituhoz. Nem mutatni. Ez mind a konyhánk. Levideóz? Ne, hogy nézek itt ki, figyelj, itt dolgoznak a srácok. Tehát ez így a frituhoz. Nem szabad meghízni. Tehát akkor itt azért a hely az... Én itt mutatom. Így befélek, de ide már csak így épp vagy fél oda a kezem. És itt a másik oldalt is van cucc, amit ugye először kikeszed. Ja, és ketten vagyunk a konyhába. Itt ketten dolgoznak, Lackó, bemennél a frituhoz, léci? Nekem klaustrofóbia. Gyere be a frituhoz szépen, mutasd el, hogy bemész oda. De szerintem én nem félek be. Be kell menned oda. Én nem vagyok alkalmas. Sőre a kezébe, nekem klaustrofóbiám van. Tudsz. Figyelj, itt van, most ugye... Komoly munka zajlik. Azért a forró olaj veszélyeztetni a... Figyelj, és akkor most beállok mellé. Nem. Hát az vagy itt dolgozunk, akkor a léci azt tetted ide, ahhoz ide, ebből ráteszi, ott van mögötted, most megulok, de közben... Srácok, az az igazság, hogy mi arról szoktunk itt beszélni, hogy ugye itt ketten dolgozunk, és amikor fritut kell cserélni, akkor ott az egyik az hajol. És ugye ma péntek van, ugye pénteken meg tudjuk milyen nap van. Innen szolgáljuk ki ezt a placot. Ez a sporthelyet olyan hosszú, hogy három.
tepsi elfér egymás mellett. Micsoda backstage pillanatok ezek, kedves hölgyeim és uraim. Zsani. Hát milyen hely ez, nem? Basszus. Na, mi az a pillanat, amikor visszakapjátok ezt a borzasztóan sok energiát, amit befektettek? Hát az a pillanat, amikor tényleg szinte majdnem csak a csontok jönnek vissza a tányíron, és azt mondják a vendégek, hogy az életük legfinomabb csülkét ették, vagy kacsánk. Tehát mi megkapjuk az elismerést ezért, úgyhogy az a derült nekünk a folytatáshoz. Hát nagyon nagy király. Gratulálunk. Hát ilyet csináljátok jól, amit csináltok, és akkor még fele ilyen jó is lehet, ha nagyon ügyesek vagytok. Lackó, mackó. Így van, hát, minden, jó dú. My friend. Hát azt hiszem, ennél beszédesebb mosolyt még sosem láttam. Már ezek az ételek egyébként puhák, szaftosak, finomak, de kell hozzá türelem, amíg beállítjuk a színét, hogy ez kívánatos is legyen. Az Imhol elrendelt fordítási szünetben Lackó és István piciny propellerüket némiképp hajtva kicsiny szárnyaikkal repülnek a semmiben. Kifejezéstelen csecsemő arcukkal. Esélyünk. Fogalmuk nincs, hogy milyen jó is nekik. Nem gondolok semmire. Na, hoztam akkor egy tálat, és ezt most itt közösen fogjuk elfogyasztani. A Mango Rai zenekarral. Szélik mindjárt fölpakolja rá a húsokat. A nem kis húsokat. Most jön a csülök. Az is szintén nem kicsi. De finom omlós. Kacsatom rá. Na, így néz ki ez a tál. Jó lesz, srácok? Megkönnyeztem. Fú, csodálatos. Na, együnk akkor egy nap. Azt a mindenit, gyerek. Megkerítettem mindenet. Te szereted a bőrét? Ki szereti a bőrét? Én szeretem ki a bőrét. Bőrét. Én is. Hát azért a többit is meg kell kóstolni. És ennek ilyen meg kell lennie. Mindenki teli pofával, mert ez úgy természetes. Ugye? Ugyan a bőrt, beteg. Na, srácok, milyen ez a hús? Nézzük azért, valamilyen finom, hogy az összes. De és ezután mit fogunk enni életünk hátra lévő részén? Ja, azon gondolkodom folyamatosan. Örülök, hogy ízlik, jó étvágyat nektek! Yeah. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Ti pedig maradjatok velünk a következő epizódokban is, és látogassatok el ide a kilátó borozóba, hogyha az alakosan jártok, illetve gyertek el ezért, mert megéri. Szevasztok! Még indokolatlanul simogatásba keveredtünk a srácokkal. A fiúkra kell megsimogatni a lovat. Velünk kell megsimogatni a lovat, és hát István rá is szaladt. De hiányzik ez mindenkinek igazából. És bele, hát nyilván a lovakat előre véve, tehát ő nekik a legkevésbé, ugye? Simogassátok. Hadd legyen simogatva. És képzeld el, Istvánnak erre a kis estére rárúgna egy olyat, hogy elrepülne a holdra. Szerintem. Tudja valaki a wifi jelszót? Hogyha elkezd hemperegni és te alatta vagy, azért az más kutyánál meg nálam. Azt mondta a Lackó, hogy amúgy cuki vagy és nagyobb vagy egy kutyánál. Ezt mondtad most, nem Lackó? Ugye? Csak lesem, hogy hol vagyok. Nézze el nekem, nem lökhetek magamtól el minden kószak kótyagot. Ilyenkor barátságosabb az ember végtére, mégis minden jó. Amikor a testbeszéd kell, olyankor nem elég csupán a szó. Mert a szíved csapasága van tele. Sosem volt ilyen jó. Itt vannak a drukkolók, két keréken a játékos, a dalakarosi bob csapat első helyezettje. Hölgyeim és uraim, két keréken át a falun. Szevasztok! A nagy utcán végig menni nem merek, mind azt mondják, hogy szeretet keresek. Jelenkezem! Mester úr!
Hadd mutatkozzunk be, mi vagyunk a Mangó Rájz. Nagyon örülünk, hogy találkozunk itt ezen az eseményen. Honnan, hova? Ti voltatok a lovakkal, igaz? Lovas. És te voltál a fehér zabolázatlan lóval. Így van, te így van. És mi van a fehér lóval? Mit tudunk róla? Fehér ló fia. A fehér ló fia az elment a sárga lóval. László, mondhatjuk, akkor most állíthatjuk azt, hogy téged tulajdonképpen itt hagyott a ló? Hát igen. Ez fedi a valóságot, László? Nem fedi a valóságot. Miért? Én engedtem el zabolátlanul. Ez egy kanyhaló. Így van. Ez a kanyhaló tipikus. Nem az. Hogy van ez a kanyhaló? Itt hagyott. Itt. Persze. Csak azért kérdezem, hogy jól értem. Tehát ezt akkor most itt hagyott ez a ló. Mi nem hagyott itt. Visszajön, érted? Tudsz vele később hazamenni? Mit beszéltetek meg? Hányra jön? Mit beszéltetek meg? Hányra jön? 9-kor versenyző indul. Hát akkor 9-re jön. A ló jön ide. Jön versenyező. Kocsa nyílik a kocsmajtó. Hajjá, hajrá. Csak drukkolni tudunk, László. Sok sikert a versenyhez. Köszönjük. Én köszönöm. Uram. Nagyon örültünk. Nagyon jó.